Sziasztok! A megszokottal ellentétben most nem a stúdióból jelentkezem, hanem innen a Dell EMC Solution Demo Centeréből. És hogy miért? Azért, hogy megmutassam nektek, hogy működik manapság a virtuális valóság a gamer szférában. Természetesen egy ilyen bemutatóhoz az a legjobb, hogyha rögtön itt élesben nem csak beszélek róla, de ki is próbálom az adott dolgot. Úgyhogy egy kis gyors talpaló után felvesszük azt a VR headsetet és belevágunk a virtuális valóság élményébe. De előtte egy kis VR gyors talpaló. A virtuális valóság élménye nem egy új fogalom. A számítógépes játékok fejlesztői már régóta szerették volna elérhetővé tenni az emberek számára, hogy a játékokban érezhessék magukat. A 2010-es évektől ennek egy új forradalma indult el, a megfizethetőbb és könnyebben elérhető eszközökkel. Az Oculus, a Vive, a PSVR mellett megjelentek a telefonokat használó headsetek is, egyre jobban terjesztve a virtuális valóság igéjét. Az eszközök alapvetően egy headsetből és két irányítókarból állnak. Előbbi egy szemüvegként közvetlenül a szemünk elé vetíti a játék világát, zárt kialakításával pedig kiszűri az offline világot. Az irányítókarok teszik lehetővé, hogy mozogni tudjunk, illetve interakcióba tudjunk lépni bizonyos dolgokkal a digitális térben. Típustól függően kaphatunk érzékelőket is, amik segítségével ugyan korlátozott térben, de akár mozoghatunk a játékon belül is. Alap esetben ez amúgy egyfajta teleportálási módszerrel működik a játékokban. Az első megálló nem más, mint a Tatooine, egy Star Wars játékot fogok most kipróbálni. Lássunk is neki! Szóval, itt van nálam a VR eszköz, beálltam az érzékelők közé, kezemben a két kontrollerrel, fejemen a headsettel, kontrollereket élesítettem, és akkor jöjjön a játék. Azt még a videó elején gyorsan leszögezném, hogy nem vagyok a nagy és teátrális, látványos reakciók embere. A kapálózás vagy a hangosabb reakciók nem igazán tartoznak az én stílusomhoz, de ennek ellenére maga az élmény zseniális. Amikor ott vagy, és érzed a tárgyak közelségét, az, hogy 360 fokban körbevesz az a digitális tér, amiben te bennem mozoghatsz, neked jöhet valami, lelőhetnek, hozzád vághatnak bármit, vagy éppen áteshetsz akármin. Az egy zseniális élmény, és itt most jön egy kis anekdóta. Anno egy COD Infinite Warfare VR élmény volt az első, amikor a fejemre vettem egy ilyen headsetet, és ott sikerült majdnem kiakasztani a gyomromat. Ennyire hiteles tud lenni ez a dolog, annak ellenére, hogy vannak ugyan még apró hibái, de ha az ember egy kicsit olyan, mint én, hogy szereti beleélni magát a dologba, akkor pillanatok alatt megtalálja majd a VR-nak a flow-ját. És most vissza a videóhoz. Amit a VR élményről érdemes elmondani, és most nem tudom, hogy igazából a kamerába beszélek-e, az, hogy amikor a fejeden van a szemüveg, akkor oldalt van egyfajta keret, egy fekete keret, közben itt ütögetem a headsetet, ami miatt egy kicsit kívül érzi magát az ember, de ahogy elkezd fókuszálni dolgokra, mint például én itt most a Millennium Falconra, akkor már tök mindegy, hogy ott van ez a fekete keret, mert ott érzed magad. Ugye láthatjátok, megjelent egy keret körülöttem, ez az a terület, ameddig én mozoghatok a játékon belül. Ó, Artu! Hello! Szia, kicsi! És milyen jól néz ki, Artu! Az élményem úgy brutális. A távolabbi részek egy picit defókuszosnak tűnnek, viszont ami itt van előtted, az zseniális. Meg kell fogni. És le is vittem. A zöld gombot. Persze, Csúvi, megcsináljuk. Bocs. Tényleg nem akartam. Léci, ne haragudj. Az nem néz ki jól ott. Na. Most kezdődik a buli. Oké, megvannak a határaink. Ez a gyáva módszer. Ez nem olyan hősies innen. Nem találtok el, nem találtok. Mégis.
Így könnyű, így nekem is megy. Valami a lábom alatt maradt. Vissza nem merjetek jönni. Vigyázzak a droidra nyilván. Jóba leszünk így együtt. Elmegyünk sörözni? És ennyi is volt. Nem túl hosszú a program, ellenben annál élvezetesebb és egy Star Wars rajongónak igazi fun. A Star Wars élmény után most következzen valami akciódúsabb, irány a hullámvasút. Ezeket kisikoromban is utáltam. Hú, hallod, ez nekem rosszabb lesz, mint egy horror játék. Ez fog gyorsulni vajon? Az a durva, hogy a pulzusszámom az már most elindult fölfelé egy kicsit. Mert hogy... bevallottan nem csípem a sergőzést. Úgyhogy ezt tökéletesen kiválasztottátok nekem. Ennyi? Ez nem néz ki jól. Ez nagyon nem néz ki jól. Az, hogy nem tudom, hogy ettől mire kell számítani. Tehát, hogy pörögni fog, leesni fog. Ez annyiban durva, hogy a testem az húz folyamatosan a másik irányba. A széket elkérném, gyerekek. Igen, mert azt érzem, hogy folyamatosan így dől be a testem. És annyira ez már nem funky. Itt van, király. Mert kb. Most érzem azt, mint amit annál a kodos játéknál, hogy a dugóhúzónál csinált egy olyat a gyomrom, hogy föl. Na, pont a végére. Székek mindenütt. Ó, hoppá! Aha! Nem, lábbal most tartom, de ez... de rossz. Nem, próbálkozom, de ez... eddig ez talán a leghatásosabb három közül. Bár egy idő után, ahogy kezdi megszokni a testem, akkor onnantól ennek is múlik a varázsa. De eddig ez volt a legjobb. Vagy a leginkább hatásos. Ez szerintem ennyi volt megint. Harmadik felvonásként nem egy játékot mutatok nektek, hanem a Google Earth VR változatát, amivel elindulhatunk egy kis világkörüli turnéra. Ebben az a durva, hogy itt vagyok valahol, hol? Valahol Hongkongban, egy focipálya kellős közepén. Lajos Mizse. Of course, hogy Lajos Mizsén szeretném kezdeni az utazást. Ceglét Bércel, Albert Hirsa, Monor, Budapest, ott vagy. Na de valami látványosabbat. Hát ez így innen is elég hatásos. Egy kis bazilika. Ez kellőképpen földön túl élmény. Azt. Ráültem egy felhőkarcolóra.
Mint láthatjátok, egy nagyon klassz élmény egy VR eszköz használata, de fontos hozzá a megfelelő eszközpark is. Az emberi szem nagyjából 23-24 képkocka per másodpercnek megfelelő képanyagot lát folyamatosnak, ez alatt már szakadozva darabosan érzékeljük a videót vagy játékot. Ha az eszközöd nem alkalmas arra, hogy a VR-ra szánt játékoknak legalább 23, de jobb, ha 30 vagy 60 FPS-es flow-t tud biztosítani, az akár veszélyes is lehet rád nézve. A szédülés és hányinger alaptünet, hiszen az agyad nehezen vagy egyáltalán nem tudja feldolgozni azt, hogy a tested reakcióihoz képest miért történnek lassabban vagy darabosabban az események. Tegyük fel, hogy balra fordulsz, a kép viszont késik. Az agyad ezt érzékeli, lassan hozzászokik, majd mikor leveszed a headsetet, ennek megfelelően próbálja dekódolni a hétköznapi világ ingereit. Nos, ez akár okozhat instant hányingert, fejfájást, vagy akár komolyabb problémákat is. Jelen esetben amúgy egy Alienware Aurora R5-ös gépen próbáltam ki a VR-t, ami 12 giga RAM-mal, egy i7-6700K procival és egy GeForce 980 Ti kártyával dolgozik, de a notebook.hu amúgy árusít olyan gamer notebookokat, amik már képesek kezelni a VR elvárásokat. Ott van a nemrég bemutatott Asus ROG, azon belül is a Zephyrus széria, a hamarosan bemutatásra kerülő HP Omen, vagy a Lenovo Legion Y530-as. Ezeknek a kellően felszerelt kiadásaival már bátran próbálkozhatunk a virtuális valóság átélésével. Érdemes megnézni a gépek dobozait, illetve leírásait, ahol feltüntetik vagy használják a VR Ready jelzést, azokkal már bátran próbálkozhatunk. Szóval ez lett volna a VR gyors talpalónk, remélem, hogy tetszett. Hogyha igen, akkor ne feledkezz el feliratkozni a YouTube csatornánkra, vagy éppen tetszikelni a videót, akár YouTube-on, akár Facebookon. Legközelebb találkozunk, akkor már egy klasszikus termékbemutatóval jövök. Sziasztok!